Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Útfelújítás Bonyhádon, modern csomópontot adtak át. Fogadj örökbe egy keresztet, emlékhelyet szenteltek a Tolna vármegyei Gyulajon. Büntető fékezett, elítélték, egyelőre nem kell rácsok mögé vonulnia a 21 éves sofőrnek. Csatlakozz, rajz, fotó és videópályázatot hirdet a Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. Több útszakaszt is felújítottak az elmúlt időszakban Bonyhád környékén. Ezzel kapcsolatban tartottak az egyik helyszínen sajtótájékoztatót szerdán. Mint elhangzott, a városban is folyamatosak a hasonló fejlesztések. Több Bonyhád közeli útszakasz is megújult az idén. A munkák során egészen az alapoktól a védő és aszfalt rétegekig rekonstruálták az érintett részeket. Nem volt könnyű dolguk a szakembereknek, ugyanis a lápos, mocsaras talajra épült régi aszfalt már teljesen eldeformálódott. Emellett tatarozták a vízzel vezető árkokat, patkákat, de még két új buszöböl is kialakításra került. Ez a beruházás ebbe a választókörzetbe három projektelemből állt össze. Nagyon fontos tudni, hogy ez a terület és területfejlesztés operatív program keretében valósult meg. A három projektelem összesen bruttó közel 1 milliárd forintba került, ez teljes egészében az uniós forrásból került megvalósításra. Bonyhád város belterületi szakaszát is mostanra már szinte teljesen felújították, jelzőlámpás csomópont került kiépítésre a Rákóczi utca és a Forberger utca találkozásánál. Megvalósításakor a legmodernebb készülékeket szerelték be, így a vakok és gyengénlátók közlekedését itt már hangrendszer is segíti. Nekünk városvezetőnek az a célunk és az a feladatunk, hogy akár önkormányzati ingatlanon, önkormányzati tulajdonban lévő úton és járdákon, akár pedig a magyar állam tulajdonában lévő, amit a Magyar Közút üzemeltet, azon olyan minőségben és olyan elvárásoknak megfelelően lehessen közlekedni a mindennapokban, ami biztonságos és ami a balesetmentesen történhet. Ezért örülök annak, hogy kiváló partnere volt a városnak a Magyar Közút Tolna megyei igazgatósága igazgató úrral az élen. Ennek a projektnek a révén olyan új járdaszigetek és útrészek alakulhattak ki, amikre már régóta nagy szükség volt. De emellett még a parkolókat is sikerült megújítani, ezzel megkönnyítve a városlakók életét és biztonságosabbá téve a közlekedést. Továbbra is csökken a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán. A települések többségénél, így Szekszárdon is mérséklődő tendencia látható. Hat városban, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Tatabányán, Győrben és Szegeden a tendencia stagnál, míg enyhe emelkedés mutatható ki Kaposváron és Salgótarjánban. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 17 helyszínen a mérsékelt, három városban, Salgótarjánban, Nyíregyházán és Kaposváron az emelkedett, két városban pedig az alacsony kategóriába sorolható. Június 22-e és július 14-e között lehet licitálni az árveréseken a 10 hektárnál nagyobb területű földekre az illetékes kormányhivatalok kijelölt helyszínein. Ezzel párhuzamosan folytatódik az ennél kisebb állami földek értékesítése is, melynek hirdetményeit június 14-én teszi közzé a Nemzeti Földügyi Központ az elektronikus pályázati rendszer felületén, közölte az Agrártárca szerdán. A meghirdetett területekre bárki tehet ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Egy hektár terület nagyságig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak, 1 és 10 hektár között, illetve tulajdonrészre kizárólag a földműves nyilvántartásban szereplő természetes személyektől érkezhet érvényes vételi ajánlat. A hirdetményt az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik. A Dombóvári Eszterházy Miklós Technikum és a Gyulai Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány közösen újítottak fel egy keresztet a Tolna vármegyei Gyulajon. Az esemény a KDNP által kezdeményezett Fogadj örökbe egy keresztet program keretében történt. Az ünnepségen Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is részt vett. A kezdeményező a Keresztény Demokrata Néppárt volt. A program országos, más települések is állítanak, illetve újítanak fel keresztet, mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.
Hála Istennek az elmúlt évek során nagyon sok út menti, vagy pedig temetőben lévő kereszt újulhatott meg, vagy pedig újakat állítottak. Magyarországi nemzetiségek, velük körülbelül 400-at tudtunk az elmúlt években megújítani és állítani, ami látszik is most már az országon, de az is fontos, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt elindított egy mozgalmat, hogy fogadj örökbe egy keresztet, és ez megtörtént itt Gyulajon is. És ennél szebb összefogást megmondani, őszintén nem nagyon láttam még. A Tolna vármegyei Gyulaj határában felállított és megáldott keresztet részben a dombóvári MMS Eszterházi Miklós Technikum diákjainak munkáját dicséri. A szakképző iskolában gépészeket, köműveseket és asztalosokat tanítanak. Közülük jó néhánynak most jelentősen érvényesülhetett a munkája oktatók, pedagógusok közreműködésével. Olyan gyerekek járnak hozzánk, akiknek, hát nem szép így mondanom, de mégiscsak a szakmájukba vágott, hogyha találunk egy olyan keresztet, ami tényleg szívünkhöz nőtt, és szüksége van örökbefogadásra, gondoskodásra vagy örömre, akkor ők a saját szakmájukon keresztül ezt fel tudják újítani. A dombóvári MMS Eszterházi Miklós Technikummal közösen összefogva a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítvány is aktívan részt vállalt a kereszt felújításában a Tolna vármegyei Gyulajon. Egyrészt a fizikai közelség, másrészt pedig a közös jövő tervezése hozta össze a két intézményt, és hát ez a kereszt, ami egyrészt megújulhatott, de hogy a közös út, ami ehhez a kereszthez vitt, ez lehet a nagyon fontos példa nekünk az iskola fenntartó részéről, és szerintem így a társadalmunk számára, hogy találjuk meg azokat a kereszteket, aminek az érdekében összefoghatunk. A keresztszentelés után az általános iskolában egy kiállítást is rendeztek a keresztfelújítás folyamatáról. Június 14-e a Véradók világnapja. A Magyar Vörös Kereszt 1939 óta toborozza az önkénteseket Magyarországon, hogy hozzájáruljon a stabil készlet biztosításához. A donorok adakozása fontos, hisz az önzetlen segítség révén az Országos Vérellátó Szolgálat készítményeket állít elő, amelyeket eljutat a végfelhasználó egészségügyi intézmények és a rászoruló betegek számára is. Csokoládéval is kifizethették az ügyfelek azokat a drogdílereket, akiket még 2020-ban fogtak el Szekszárdon. A nyomozás során 40 tanút hallgattak ki, 54 esetben rendeltek ki szakértőt, majd a szálakat felgöngyölítve összesen 31 szemét gyanúsítottak meg. A bűnbanda vezetője egy helyi férfi volt. A szervezet tagjai közül ki a neki kiosztott feladatokat látta el. Egyikük a hatóanyagot szerezte be Bonyhádról, a többiek a cigaretta alapanyagait vették meg. Más-más felállásban közel 20-an vettek részt a beszerzésben, keverésben, a töltésben és értékesítésben, vagy a fel nem használt bekevert dohány elrejtésében. A gyanúsítottak házánál, illetve harcon és faddon is hozzá lehetett jutni a droghoz, szállanként 1000 forintért. Amikor egyik-másik láncszám hosszabb-rövidebb időre kiesett, egy másik vette át a feladatait, de a kereskedés folyamatos maradt. Átlagosan naponta 100-120 szál cigarettát értékesítettek, de néha ennél is többre volt igény. A rendőrök 3 alkalommal 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, közülük 2 jelenleg is börtönben vannak. A többiek bűnügyi felügyeletben várják a hivatalos eljárás végét. Büntető fékezés miatt ítélt el a bíróság egy fiatal szekszárdi férfit, 5 ültek rajta kívül a kocsiban, amivel a bűncselekményt elkövette, köztük egy kiskorú is, ráadásul alig néhány hónappal az eset előtt szerzett B-kategóriás jogosítványt. Most a bíróságon azt mondta, mindent megbánt. Itt a FAD Domboriba vezető elágazásnál okozott kis hián balesetet a most mindössze 21 éves sofőr még tavaly nyáron, alig másfél évvel azután, hogy jogosítványt szerzett. 5 utaztak mellette és mögötte a kocsiban, amikor egy figyelmetlen sofőr véletlenül kikanyarodott eléjük. A későbbi vádlott lassított, majd az autó után eredt, megelőzte és hirtelen büntetőfékezni kezdett. Indokolatlanul hirtelen megállásig fékezte az által vezetett járművet, melynek következtében sértett is megállt a járművével, az ütközés elkerülése véget, a 2 jármű közötti távolság néhány méterre csökkent. A járművek ütközését
sértett, csak nagy intenzitású fékezést követően teljes megállással tudta elkerülni. A szexádi sofőr ezután kiugrott a kocsiból, és a másik autó vezetőjét kezdte inzultálni, majd kétszer ököllel a szélvédőit is megütötte, végül leköpte. A rendőrök még aznap elfogták. Vádolom közúti veszélyeztetés büntettével és garázdaság vétségével. A BN 422. szakasz harmadik bekezdése szerint abban az esetben, hogyha vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, indítványozom, hogy a bíróság 1 év 10 hónap végrehajtásában 2 év 8 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélje. Vagyis az ügyész azt kérte a bírótól, ne küldje rácsok mögé a férfit, ha az beismeri az ellene felrólt tetteket. A vádlott végül semmit sem tagadott az előkészítő ülésen. Azt mondta, nagyon megbánta a büntetőfékezést, és azt is vállalta, hogy írásban bocsánatot kér a férfitől, aki ellen a törvénysértést elkövette. A bíró végül garázdaság és közúti veszélyeztetés miatt ítélte el. Ezért halmazati büntetésül 1 év 10 hónap szabadságvesztésre és a közúti járművek vezetésétől 3 évi eltiltásra ítéli, a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg, azonban ennek végrehajtását 2 év 8 hónap próbaidőre a bíróság felfüggeszti. Amennyiben utólag a szabadságvesztés végrehajtásra kerül, úgy legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon lesz feltételes szabadságra bocsátható. A bíróság elrendeli a próbaidő alatt a vádlott pártfogó felügyeletét, külön magatartási szabályokat is ír elő, így a vádlott vegyen részt indulatkezelési és agressziókezelési tréningen. Valamint arra is kötelezte a fiatal férfit a bíró, hogy kérjen bocsánatot az áldozattól. Ő tudomásul vette az ítéletet, ugyanúgy, mint az ügyész, így további tárgyalásra már nem lesz szükség. Elindult a Magyar Faluprogram út, híd és járda felújítási pályázata, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán. Gyopáros Alpár a közleményében azt írta, hogy a miniszterelnökség 5 milliárd forintos keretösszeggel májusban tett közzé felhívást az 5000 lélekszám alatti kis települések számára. A támogatást elsődlegesen az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő utak építésére, felújítására lehet igényelni. Emellett pályázni lehet önkormányzati tulajdonú hidak építésére, felújítására és korszerűsítésére is, valamint járda felújításra. Olvasható a közleményben, amely szerint a programban elszámolható összköltség út, híd építése vagy felújítása esetén 45 millió forint, járdák fejlesztésénél 10 millió forint. A beruházást a pályázat benyújtását követő naptól számított legfeljebb 18 hónap alatt, de legkésőbb 2025. január 31-ig el kell végezni. 2023 áprilisában az ipari termelés volumene 8,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal szerdán. A feldolgozói ipari alágak döntő többségében csökkenést mértek, ugyanakkor a legnagyobb súlyú járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásban nőtt a termelés volumene. Az ipar belföldi értékesítése 20, a feldolgozó iparé 15,8%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. Csatlakozz! Ezzel a címmel hirdet iskolásoknak rajz, fotó és videó pályázatot a Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. A gyerekeknek azt kell bemutatniuk, hogy a bukósisak, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer miként védi meg őket a közlekedésben. A Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság is részt vesz az országos csatlakozz kampányban. Ennek keretében rajz, fotó és videópályázatra invitálják a fiatalokat. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a passzív biztonsági eszközök használatára. Ez 3 kategóriában történik. Az általános iskola 1-4 osztályos tanulóitól rajzot, az 5.-8. osztályosoktól képet, és a 9-12. Osztályos középiskolásoktól pedig egy maximum 30 másodperc tartalmú videót várunk. Minden pályázó 1 pályaművel pályázhat. A pályaművekben a gyerekeknek azt kell bemutatniuk, hogy a bukósisak, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer miként védi meg őket a közlekedésben.
A pályaművek beérkezésének határideje az 2023. szeptember 15 déli 12 óra. Ezeket a pályaműveket le lehet adni személyesen bármelyik rendőri szervnél, akár a főkapitányság épületében, akár a városi kapitányságokon, illetve elektronikus úton a közlekedés kukac.polisz.hu e-mail címre várjuk ezeket a munkákat. A beküldött alkotásokat szakértő zsűri értékeli majd. Az eredményhirdetést szeptember 22-én a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon a közlekedés biztonsági napok keretein belül tartják. Regionális híreink következnek. Kegyeletsértő állapotok tiltakoznak az elhanyagolt pécsi temető miatt. Számos NAV adatbázis nyújt segítséget, fontos az üzleti partnerek ellenőrzése. Divat, dizájn, művészet, illúzió, különleges cipőalkotásokból nyílt kiállítás Pécsen. Gazos, elhanyagolt állapotok a pécsi köztemetőben, erről írnak sajtóközleményükben a Fidesz frakció tagjai. A kegyeletsértő állapotokat kifogásolják, és szakértő megbízását kérik a helyzet rendezésére a jobboldali politikusok. Dolgozik a motoros fűkasza a pécsi központi temetőben kedden. Jól látszik a képeken, hogy magasra nőtt a gyomnövény a sírok között, amit most vágnak le a munkások. A csapadékos időjárás miatt nőtt meg a gaz, amit az esőzések miatt nem lehetett lekaszálni, mondja a temető gondozásával megbízott önkormányzati cég munkatársa. Az előre eltervezett munka tempót nem tudtuk sajnos tartani, de kollégáim megkettőzött erővel dolgoznak azon, hogy utolérjék magukat, és a dolgozók, a vállalkozók bevonásával is próbálják gyorsítani ezt a folyamatot, ami egy komoly feladat, hiszen a temető területe több mint 50 hektár. Normális körülmények között, amikor nincs ennyi csapadék, akkor a hagyományos parcellákat egy hónapban legalább egyszer tudjuk kaszálni, az exkluzív parcella részeket, ahol olyan körülmények vannak, hogy mondjuk nagyobb gépekkel is be tudunk menni, mint például kis traktorral, akkor azokat havonta háromszor, négyszer is. A sírok közötti elhanyagolt állapotokra a Városi Fidesz frakció sajtóközlemény kiadásával reagált. Azt írták, szégyenletes állapotok uralkodnak a pécsi köztemetőben. A frakció vezető szerint erre nem lehet kifogásokkal magyarázatot adni. Kifogások mindig vannak, ha jó idő van, az a baj, ha rossz, akkor az, de egy valami az állandó, szégyenletes állapotok uralkodnak a pécsi köztemetőben, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez így nem mehet tovább. Számtalan tanácsadóra, jó barátra mindig van forrás, 10 és 100 milliók, addig kell, hogy legyen néhány millió forinttal több arra, hogy azokat a helyszíneket, ahova pécsiek valóban nem szórakozni járnak, hanem kegyeletüket leróni, ott méltó körülmények várják az odalátogatókat. A sajtóközleményben azt írták még, hogy egyértelmű, a Biokom szakfelelőse nem teljesíti a feladatait a köztemető gondozása terén, ezért javasolják a polgármesternek, hogy váljon meg tőle, és a helyére egy valódi szakember kerüljön. Az üzleti partner megbízhatóságának ellenőrzéséhez számos NAV adatbázis nyújt segítséget. A majdani ügyfelek ellenőrzése többek között az adókijátszás elkerülése érdekében is fontos. Az érintettek nem csak a partner adószábának valódiságát kérdezhetik le a rendszerből, azt is megtudhatják, hány fő bejelentett alkalmazottal rendelkezik, van-e adótartozása vagy érvényben van-e ellene végrehajtás. A leendő üzletfél megbízhatóságának kontrollálására több lehetőségük is van az adózóknak. Ez a valós üzleti életben, különösen egy új partner esetén, nagy volumenű beruházás előtt pedig elvárható. Éppen ezért nyújt segítséget a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság ellenőrzései során ugyanis a befogadott és az áfa bevallásban levonásba helyezett számlák kapcsán megvizsgálja, hogy az azokban foglalt gazdasági események megtörténtek-e. Ha adókijátszás történt, a hatóság azt is mérlegeli, hogy a számla befogadó tudott vagy tudhatott-e arról, hogy adóelkerülésben vesz részt. Nem csak egy esetleges adóhatósági ellenőrzés, hanem az észszerű gazdálkodás szem előtt tartásával is célszerű ezeket a lépéseket megtenni. A legegyszerűbb, amivel meg szoktak elégedni az üzleti partnerek, az, hogy megnézik, hogy a másik cégnek az adószáma érvényese. Ezen kívül azonban rengeteg információt
tud adni az adóhivatal, hiszen a honlapján utána lehet nézni nem csak annak, hogy egy adószám élő-e, hanem például, hogy az adott cég esetleg be nem jelentett dolgozókat foglalkoztat, vagy adótartozással terhelt, vagy éppen már végrehajtás alatt van. Meg lehet nézni azt is, hogy ez a leendő üzleti partner megbízható adózó-e, esetleg bent van a köztartozásmentes adatbázisba is. Tehát ezek mind olyan információk, amik nagyon fontosak lehetnek egy gazdasági esemény megvalósulása kapcsán. A vállalkozások által közzétett beszámoló bárki számára elérhető, melyből a korábbi évek nyilvános gazdálkodási adatairól érhetők el hasznos információk. Indokolt lehet több lehetséges partnertől is ajánlatot kérni, ahogy magánszemélyként is összehasonlítjuk az árakat, minőséget, garanciális feltételeket, mielőtt nagyobb értékű eszközt szerzünk be, vagy nagyobb beruházásba fogunk. A konkrétumok nélküli tartalmilag hiányos vagy a sablon szerződések is gyanúsak lehetnek, hiszen mindkét fél érdeke, hogy a jogok és kötelezettségek, teljesítési és fizetési határidők egyértelműen rögzítésre kerüljenek. Az online számlaadat szolgáltatás nem csak kötelezettsége a vállalkozások számára, hanem lehetőséget is ad, vagyis megtekinthetjük, hogy az általunk befogadott számla kapcsán a partner eleget tette online számlaadat szolgáltatási kötelezettségének. Cipő fantáziák, ezzel a címmel nyílt különleges kiállítása a Pécsi Galériában. Nemzetközi alkotók munkáit láthatják az érdeklődők, akik nem mindennapi lábbeliket terveznek. A tárlat szeptember 3-áig látogatható. Divat, design, művészet, illúzió. Mindez együtt a hágai Virtual Shoe Museum cipőfantáziák című tárlata, amely most Pécset látogatható. A Pécsi Galériában nyílt meg a tárlat, melynek kurátora Lisa Snook, aki 2004-ben hozta létre az alkotásokat bemutató webhelyet. A digitális platform cipőrajongóknak és szakembereknek egyaránt szól, most azonban nem csak virtuális módon láthatók az alkotások. I also like the variety. Nagyon tetszik a kiállítás változatossága. Remélem, hogy mosolyt csal a látogatók arcára, ha meglátják ezeket a cipőket. Pont amiatt, hogy ilyen sokszínű a tárlat, mindenki találhat egy-egy kedvencet, akár az építészetet, a művészetet, vagy épp a divattervezést részesíti előnyben. Minden terület képviselteti magát a cipőkön, mondja a kurátor. Egy nő magas sarkúban veszélyesebb, mint egy töltött fegyver, vallja Amber Ambrose, flamand designer, aki különleges, égigérő sarkú cipőivel vált ismerté a világban. Amber a divat és a művészet határait kutatja, az ő alkotásait is bemutatják a kiállításon. Ha a saját alkotásaimról kell beszélnem, akkor kiemelnék néhányat, amelyeket egy holland művészeti irányzat inspirált. Ezek láthatók is a kiállításon, javarészt vonalak és alapszínek jellemzik. Van egy olyan cipőm is, ami az Ophelia nevet viseli, természetesen Shakespeare azonos című műve adta az ihletet. Az itt látható alkotások mellett vannak még készülőben projektjeim. Az egyikben például együtt dolgozom egy holland művésszel, osztotta meg stábunkkal a művész. A több mint 80 cipőcsodát felvonultató kiállításon többek között angol, belga, holland, izraeli, de magyar alkotók munkája is megtekinthető. Az érdeklődők a Pécsi Galériában láthatják az alkotásokat szeptember 3-áig. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Útfelújítás Bonyhádon, modern csomópontot adtak át. Fogadj örökbe egy keresztet, emlékhelyet szenteltek a Tolnavár megyei Gyulajon. Büntető fékezett, elítélték, egyelőre nem kell rácsok mögé vonulnia a 21 éves sofőrnek. Csatlakozz, rajz, fotó és videópályázatot hirdet a Tolnavár megyei Balesetmegelőzési Bizottság. Csütörtökön is számítani lehet napsütésre, de döntően fátyol felhős lesz az ég. A Dunántúlon elvétve kialakulhat kisebb záporeső, esetleg gyenge zivatar. Gyenge, mérsékelt észak-északkeleti szél fúj majd. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!